Nem csak az üresen hagyott lakások miatt nő meg nyáron a lopások száma, hanem a túlzsúfolt strandok miatt is. A tömegben ugyanis senkinek sem tűnik fel, ha valaki felkap egy táskát a földről vagy a padról, és kisétál vele a strand területéről. Az olykor jelentős anyagi kár azonban kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Erre pedig a hangos bemondók is rendszeresen figyelmeztetik a fürdőzőket, de a rendőrség is több dologra inti őket. Nagyobb értéktárgyakat ne vigyenek magukkal a fürdőhelyekre, strandokra, amennyiben mégis, azt ne hagyják őrizetlenül. Használják a csomagmegőrzőket, és vigyázzanak a belépés során kapott karórára. Minden esetben az öltözőkben a szekrények zárt állapotáról győződjenek meg, baj esetén pedig kérjenek segítséget azonnal a biztonsági szolgálattól. Ha mindezeket megfogadva mégis a nyár egyik legtipikusabb szezonális bűncselekményének áldozatává válunk, azonnal értesítsük a rendőrséget. Az egyenruhásoknak nincs ugyanakkor könnyű feladatuk a nyomozás során, hiszen általában nincsenek szemtanúk, és a sértett csak a strandolás végén veszi észre a lopást. A hatóság minden esetre ezekben a hónapokban sem pihen, és a járőrök ott vannak, ahol tudnak. A rendőrség a nyári időszakban folyamatos járőrszolgálattal biztosítja a szabadságukat töltők, illetve a pihenni vágyók biztonságát. A folyamatos járőrszolgálat a közutakat is érinti, egyebekben a fürdőhelyeket, szabadvizek területét és minden olyan rendezvényhelyszínét, ahol nagyobb tömeg megfordulhat. Az egyenruhások dolgát idén is segítik közösségi szolgálatukat teljesítő diákok Nyíregyházán a Turiszpolisz szolgálat keretében. A lopás elleni legjobb védekezés még mindig a megelőzés. A prevenciós kampányoknak köszönhetően pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is évek óta javuló tendencia mutatkozik a lopások számának tekintetében.